Az idén is megrendezte a Tájház és a Régészeti Múzeum a Tök Jónap című gyermek és családbarát rendezvényét. Azon túl, hogy a tök, pontosabban a sütőtök az őszi idény vitaminbombája, melynek legértékesebb része a magja, kiváló díszítő elemként is jó szolgálatot tesz, amit ki is használnak a Tök Jónap résztvevői. Svájcer Edina elmondása szerint körülbelül 60 tök várta az alkotni vágyókat. Az idei faragnivaló nagyobbik felét ismét, amint korábban is Varrócsaba termelőnek köszönhetjük. A töklámpások mellett Sárai Melinda, Forró Éva és Cserge Beáta a Pajtában várta a gyerekeket, ahol további izgalmas alkotási lehetőségeket kínáltak. A programot Tóth Gábor bemutatója zárta. Kommentár nélkül című rovatunkban számolunk be az állati jó bemutató részleteiről, melynek főszereplői a kutyák, a rovatban még helyet kapott a Csongrádi Lajos Alapiskolában zajlott csibeavató is.